Makóváros önkormányzatának képviselőtestülete időről időre olyan személyeknek adományoz díszpolgári címet, akik egész életművükkel vagy kiemelkedő munkájukkal elismerést szereznek és hozzájárulnak a város fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. Az idei egyik díjazott dr. Hadik György, aki 1978-ban végezte el a Szegedi Orvostudományi Egyetemet, majd sebészként folytatta tovább tanulmányait, 1983-ban tett sikeres szakvizsgát. Első munkahelyén a Kecskeméti Megyei Kórházban tudományos segédmunkatárs volt. A sebész szakorvosit 1983-ban tette le, jeles eredménnyel. Szülei halála után hazaköltözött Makóra. Azóta megszakítás nélkül a Csongrád-Csanád megyei egészségügyi központ makkói kórházának sebészetén dolgozik. Megalakulásától kezdve 20 éven át volt a Magyar Orvosi Kamara megyei és országos küldöttgyűlésének tagja. 2014-ben a kollégák határozata alapján a Kamara Országos Etikai Bizottságába választották be. A díjazott megosztotta, hogyan vélekedik hivatásáról. Egy olyan tevékenység, amihez hihetetlen empátia, hihetetlen gyakorlat. Én nem gondoltam, amikor a kollégák megszavazták, és akkor bizalmat belem fektették, hogy ezt ennyi munkával jár, és hogy ennyire szép feladatot kapok. Másik része, a matematikát mindig szerettem, közgazdász lettem. Így kerülhetett az, hogy egy másik szervezet, az orvosok szakszervezetének lettem pénzügyi bizottságának a tagja. Ahhoz, hogy egy ilyen szervezet jól működjön, ahhoz kell egy olyan bizottság, aki a pénzmozgásokat figyeli. 2010 és 2014 között a makkói képviselőtestület pénzügyi bizottságának tagjaként dolgozott. 2014. októberében beválasztották Makóváros képviselőtestületébe a 4. választói körzet képviselőjeként. Jelenleg a pénzügyi és ügyviteli bizottság elnökeként tevékenykedik. Szívvel és lélekkel, valamint lelkiismeretesen végzi munkáját a díjazott, aki megosztotta televíziónkkal gondolatait, érzéseit a városi elismerésről. Végtelen megtiszteltetésnek érem, és úgy érzem, hogy ez a megtiszteltetés nem egyedül engem érint, azokat a munkacsoportokat, amelyekben dolgoztam, amiben dolgozhatok, és a továbbiakban. Én azt szeretnék még a továbbiakban is dolgozni. Tulajdonképpen ez a munkatársak munkájának az összessége. Nem egyedül engem ismertek el, gyakor, úgy, hogy fogalmazzak úgy, hogy én a kovász vagyok a kenyérben, nem maga a kenyér. Az a csoportmunka, annak az eredménye volt szép és jó, és olyan értékű, hogy ezt így ezzel értékelték. A díszpolgár kiemelte, azt a szeretetet, amit kap a munkája során, annak egy részét vissza tudja adni azzal, hogy gyógyít, mert minden erejét erre fordítja.